Az, hogy hol van a mi helyünk a világban, meg Magyarország helye, az, az mindig olyan fontos kérdés volt, mint amilyen fontosnak most tűnik, hogy mondjuk a miniszterelnök két órát beszél, és csak erről beszél két órát. Szerintem mindig fontos kérdés volt, hogyha Szent István is elhelyezte Magyarországot a nyugati térfélen, tehát egyértelműen Rómához fordult, és nem Bizánchoz, amikor koronát kért. És hát azóta is mindig minden fontos történelmi fordulópontnál Magyarország meghatározta a saját helyét, legutóbb 89-90-ben. És utána ez két népszavazással is megerősítette. Ugye egy Európai Uniós és egy NATO népszavazással egyértelművé tették a magyarok, hogy hova tartoznak. Most ehhez képest érdekes Orbán. Viktor hely meghatározása, mert mintha ő erről megfeledkezett volna, vagy ezt zárójelbe szeretné tenni, és ő most úgy gondolja, hogy mi inkább kelethez, vagy legalábbis a kettő között vagyunk valahol. Tehát a senki földjén. Ami nem egy jó hely, mert arra általában mindkét oldalról lőnek, tehát senkire se számíthat, aki a senki földjén van. Magyarországnak a helye az én megítélésem szerint egyértelműen a nyugati szövetségi rendszerben van, az Európai Unióban és a nato -ban. Ez az, amit a magyar állampolgárok megerősítettek, ezt mutatja minden. Azok, akik külföldre mennek dolgozni vagy tanulni, most már több mint félmillióan, azok véletlenül sem kelet felé indulnak el, hanem nyugat felé. Mindenki arra törekszik, egyébként a nervezetők gyerekei is általában abba az irányba indulnak el, és nem keletre. Tehát ez a kísérletezés, amit Orbán Viktor mondott, hogy Kínától maximális ajánlatot kaptunk, Hát ebbe én beleborzongtam. Hát mit jelent ez? Hát ideig azt láttam, hogy akik kínaiakkal szövetkeztek, azok mind nagyon rosszul jártak. Egyik például Sri Lanka a legnagyobb kikötőjét veszített el, Montenegro nemrég majdnem a. Ha nem segíti ki az Európai Unió, akkor a bári kikötőt vesznie, bárki kikötőt veszti el, bárki kikötőjét veszti el, mert hogy ugye igen kemények ezek a kínai hitelszerződések, most már hát nekünk is van jó néhány. Ezeknek általában olyan záradéka van, hogy ők nem viccelnek, hogyha a fizetésbe késedelembe esik az adott ország, az nem baj, valamilyen természeti kincsre ráteszik a kezüket, vagy stratégiai értékre, mint egy kikötő, repülőtér, stb. Tehát én nem tudom, mi van most elzálogosítva, mert ugye ezek mind titkos szerződések, de a kínai szerződéseknek ez a természete. Most én nem ilyen szövetségesekre vágyom. És nekem most se tetszik, hogy itt járőröznek a kínai rendőrök, sőt hallottuk a korábban még megállapodásán volt titkos rendőröseket üzem, eltettek Budapest területén. Tehát ezek olyan dolgok, amik tőlem nagyon messze vannak. Amikor az Európai Uniós csatlakozás évfordulója volt, nagyon sok interjút adtál te is, mm. és hát én erre nem emlékszem, de az nagyon látszott ezekből a beszélgetésekből, hogy annak idején egy szűk kisebbséget leszámítva, egy nagyon erős konszenzus volt a tekintetben, hogy Európa felé, a NATO felé, az Európai Unió felé megy Magyarország. Mi az, ami ebből a konszenzusból szerinted megmaradt, és mi az, ami, ami nem? Hát ez több mint 80 százalékos volt ugye a támogatottsága, ez ma már nincs meg, de most is 70 körül van, ez nagyon magas. Ez európai szinten is magas, tehát ezzel nekünk semmi bajunk nincs. De voltak illúziói a magyaroknak arról, hogy Magyarországból hamarosan egy új Ausztria lesz, egy, ha nem is teljelmézzel folyó de egy stabil, biztos, prosperáló Piacgazdaság, hát ez sajnos nem következett be. A belépésünk pillanatában az egyfőre jutó magyar GDP pont a kétszerese volt a románnak ma pedig ugyanaz a kettő, sőt azt mondják, hogy vásárlóerőparitáson megelőztek minket, úgy a fogyasztási adatok ezt jelzik is, tehát fogyasztási adatok tekintetében most már a bolgárok is leköröztek minket, tehát tényleg az utolsókkal lettünk. Igen, erre nem számítottam, de ez nem kis részben, sőt azt kell mondjam, nagy részben a magyar vezetés hibája, nem a társadalmat hibáztatom, hanem a magyar politikai vezetést, és ha nagyon tárgyalagos vagyok, azt mondom, hogy nagy részért az Orbán kormány felelős, de azért megvan a felelősség az azt megelőző adminisztrációnak is. Az, hogy Magyarország ténylegesen a csőd szélére sodródott 2008-as válság idején, azért abban az előzőrnek is megvan a felelőssége, de, de aztán utána, utána jött egy hatalmas konjunktúra, egy tíz éven át tartó konjunktúra, jött egy tíz éven át tartó, sőt, 12 éven át tartó pénzeső, összesen 80 milliárd eurónyi Ingyen pénz. Ez nem beruházás, befektetés, hanem ingyen pénz a magyar költségvetés számára, amit, hát, hogy úgy mondjam, nagyon rosszul éltünk, és ezért nem hibáztathatjuk sem Brüsszelt, mert hiszen ezt itt költötték el, vagy mondhatnám azt egy részét itt lopták el, és vagy költötték el, sokszor nem is ellopták, hanem nagyon észszerűtlenül, értelmetlenül rossz beruházásokra költötték. És hát ez, ez a, a mi felelősségünk is. És ma ott tartunk, hát ezt azt hiszem mindenki, aki nyitott szemmel lát, jár, látja hogy a, az ország a teljes diszf, diszf, diszfunkcionalitás határán van, a teljes összeomlás határán, minden a rendszere rossz, ugye a mostani friss hírek épp a vasútról szólnak, de egy héttel előtte mindenki az egészségügyről beszélt, de ugyanúgy beszélhetnénk a, az oktatásról, a lakhatási válságról, a megélhetési válságról, a gazdaság visszaeséséről, rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a beruházási ráta, 16%-ot esett vissza, tehát a rendszer teljes teljesen felírta a tartalékait, és egy, egy, nagyon rossz pályán van. Nem beszélve a külpolitikáról, hogy ez az én területem alapvetően. Hát itt már én évek óta küldöm a figyelmeztető jeleket, mert látszik, hogy Magyarország nagyon rossz úton van, de most már egy nagyon nyilvánvaló pályára került ezzel a rossz úttal. Tehát mindenkivel összeveszett a legjobb barátainkkal is, elértve a lengyeleket is most új frontot is nyitott a miniszterelnök, teljesen érthetetlen módon. Itt volt az elnök, vagy itt van az elnökségünk, ami egy, egy esély lett volna arra, hogy Magyarország egy kicsit normalizálja, konszolidálja a nagyon feszült és konfliktusos viszonyát az Európai Unióval, ehhez képest tovább rajta, tudatosan és keményen. Tehát itt, itt nem érti az ember, hogy ez az önsorsrontás, ez, ez miért van? Tehát ez, ez már minden racionalitáson túlmegy. Ezt akartam megkérdezni, és mindig el szoktunk ide jutni, hogy miért van, és hogy hol van ebben a magyar érdek, meg hol van a miniszterelnök szímlapra kerülési vágya esetleg ebben, de nagyon sokszor már, már az Orbán Viktori érdeket is nagyon nehéz megtalálni abban, hogy ő valamit miért csinál, miért jó az, hogyha nem jönnek uniós források, és akkor vagy az van, hogy valamit nem tudunk, vagy lehet, hogy az a megoldás, és akkor ezt is kérdezem, hogy lehet, hogy a választópolgárok valamilyen kritikai hangvételt szeretnek hallani, mert hát hogyha nem szeretnének ilyet hallani, akkor valószínűleg azért nem ez lenne az egyik fő, vagy hát talán a fő iránya a magyar kormány politikájának. Igen, ez biztos, hogy benne van, hogy a Fidesz választóinak a, nem mondom, hogy az egésze, de valószínűleg a törzsválasztók ezt, ezt, elvárják, vagy legalábbis tetszik nekik. Tehát nekik nincs problémájuk ezzel. Én magam is találkoztam ilyen emberrel, aki azt mondta, hogy na ezek végre kiállnak magunkért, és, vagy értünk, és kemények, és határozottak, és nem alázkodnak meg, mert a magyar ember nem alászkodik, meg stb. De hát ennek nagyon nagy ára van ennek a kuruszkodásnak, és nincs haszna. Én nem látom, mi a haszna, azon túl, hogy néhány embernek ez jó lesz. Ezt úgy érzi, hogy ez jó. De azért a Fidesz választói rétegének is van egy olyan racionálisabb része, aki most már elkezdett azon gondolkodni, hogy rendben van, ez így. Ugye egyre több a kritikus hang, amikor olyan emberek megszól, mint a Hernádi Zsolt. Vagy korábban is már a Matolcsi, György, vagy mások, akkor látszik, hogy már a, a Fidesz belső köreinek egy része sem elégedett azzal, ami van, tehát valami más szeretnének. Én magam ilyen rádiós-televíziós beszélgetések szünetében találkoztam néhány Fideszhez, Fidesz közeli emberrel, és négy szem közt sokan elmondják azt, hogy ez, ez már sok, ezt abba kéne hagyni, csak hát ugye azért annyira nem bátrak, hogy ezt nyilvánosan is. És megvalják, de talán ők is érzik. Na most jogos a kérdés. Hát ugye én is ezzel szoktam, ezzel küzdködöm most már hosszú ideje. Cikkeket is írtam róla. A Gazeta Viborcsa, a legnagyobb lengyel lap külön fölkért engem, hogy magyarázzam meg, hogy mi, mi áll le mögött, mert annyira érthetetlen számukra. És hát megírtam, de hát ez a jellegzetes vicc, hogy magyarázni tudom, de én se értem. Tehát megírtam a cikket, és végül arra jutottam én is, hogy vagy nagyon ügyesen manipulálni akarja hallgatóit, vagy tényleg fogalma nincs, hogy mi történik a világban. És akkor, akkor ez is magyarázhatja a dolgot, és hát tudjuk, hogy, hogy bologató Jánosok veszik körül, ott már nincs olyan ember, aki ellen mondana. Olyanok veszik körül, akik lelkesen bologatnak, és azt mondják, hogy nagyon okos vagy, nagyon jó, igazad van ezt tényleg így kell csinálni. Egy nagyon érdekes könyv jelent most meg mcmaster Trumpról, és nagyon sok a hasonlóság. Elmondja meg, mert ugyanezt mondja Trumpról, hogy a fő probléma az volt, hogy ő körbevette magát ilyen bólogató emberekkel, ilyen yes vagy yes emberekkel, és hogy őt azért is rúgta ki állítása szerint egy év után, mert ő, ő gyakran elmondta azt, amit nem akart hallani a Trump. De egy év után el is távolították. Szóval a többiek soha ilyesmivel nem kísérlet, Tessztek, hanem azt mondták mindig, amit hallani akart, és akkor az úgy az, tette a vezetőt. Most szerintem ilyen probléma itt is van. Helyreállítható-e szerinted ez a Magyarország-Európai Unió-Magyarország nyugat viszony, és helyreállítható-e úgy, hogy megtalálható-e az a magyarországi szerep az Európai Unión belül, ami egyébként a választóknak is megfelel. Itt most arra gondolok, hogy hát különböző kutatásokból lehet tudni, hogy például ez a nemzeti szuverenitás, mint olyan, ez fontos, nem csak a kormánypárti választóknak. Szerintem igen. Az a fajta ö, közösen gyakorolt szu szuverenitás, amit mi közösen gyakorlunk elő részben a, a szövetség egy részében az Európai Unióval, az nem gyengít minket, hanem erősít hiszen egy sokkal nagyobb közösség döntéseiben van most lehetőségünk beleszólni, amiben nem volt korábban. Tehát most Németország, Franciaország is, és más országok döntéseiben is ott van a mi szerepünk. Ezt most ugye egyébként Orbán nagyon durván és nagyon visszaéleszerűen gyakorolja is a vétónkkal, amit ami jelzi ezt, hogy épp hogy az Európai Uniós együttműködési rendszer teljesíti ki, vagy ad egy új dimenziót a szuverenitásnak, azzal együtt, hogy természetesen ez a közösen gyakorolt szuverenitás ránk is érvényes. Most kétségtelen tény, hogy a 2010 előtti korszakra jellemző volt egyfajta alkalmazkodás. Én ezt közelről láttam, európai parlamenti képviselő voltam, és hát ez, ez nap mint nap találkoztam. Viszont én megértőbben viszonyulok ehhez. Én azt gondolom, hogy ez a tanuló évek volt, ez egy gyermekbetegség is volt, nagyon újak voltunk még a pályán, és, és tanultuk az egészet. De ez nem csak ránk volt jellemző, az Orbán kormány az első vétót 2015-ben adta le. Az első öt évben ők se adtak le, illetve a martonyi korszak egész éve nem, az ötödik évben adták le az első vétót, és ugye azelőtt se volt vétó, tehát ez tény. Nem vétózott Magyarország sem a Gyurcsán, sem a Bajnai, sem az első Orbán kormány alatt, mert más volt a helyzetünk, és másképp viszont hozzá. Most elképzelhetőnek tartom azt, és én nem is vagyok egyértelmű annak a hogy a vétót teljesen meg kéne szüntetni, viszont mert, mert lehetnek olyan érdekek, olyan alapvető érdekek, amelyek szükségesé teszik, viszont nagyon körül kéne határolni, hogy milyen körben lehet ezt alkalmazni. Tehát abban a körben semmiképpen nem szabad, ahogyan most történik ez, hogy egy Kínát vagy Oroszországot elítélő nyilatkozatot, vagy legutóbb Venezuelát elítélő nyilatkozatot akadályoz meg a magyar külügy. Tehát hol van ott a nemzeti érdek? Hát ez az, itt fölmerül a kérdés, ugyanis ezt arra találták ki, és azért van ez az egész vétó, hogyha egy, egy nemzetnek egy valódi érdemi, szubstanciális érdeke sérül, akkor legyen módja megvédeni azt. Ezt nem arra találták ki, hogy harmadik országoknak tegyen szívességeket és üzleteljen ezzel, és ezért valamiféle ellenszolgáltatást várja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kérjük, támogassa a Klubrádió felmaradását! Köszönjük!